Egyre több a vállalkozás Magyarországon, tavaly 22 ezerrel nőtt ez a szám, így 2017 végére már közel 1 millió működött. Ennek hátterében az egyéni vállalkozók számának jelentős emelkedése áll. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát ugye 1 millió vállalkozásról beszélünk, no de hát itt azért megoszlanak a számok, egyéni vállalkozás, illetve társas vállalkozásokról is beszélhetünk. Igen, hát legyen ez a két nagy kategória, amit most elemezni fogunk. A vállalkozások száma az körülbelül 511-12 ezer körül van. Az egyéni vállalkozások száma, ami most az elmúlt évben nagyon megnőtt, körülbelül közel 70 ezerrel, az pedig meghaladta már a 450 ezeret. Tehát lassan közelít a vállalkozások számarányához, vagy számához az egyéni vállalkozásoknak a száma, amelynek vannak talán előnyei is, meg vannak hátránya is, erről tudunk majd itt beszélgetni. Igen, még egy picit később erről, de ön szerint mi az oka a növekedésnek, az egyéni vállalkozások növekedésének? Hát az egyéni vállalkozások növekedésének mi úgy gondoljuk itt a VOSZ-nál, hogy több oka is van, talán ki lehetne emelni az, hogy megváltoztak a adózási szabályok, bevezették a katát egy jó pár évvel ezelőtt, amely igen kedvező a adózók számára, különösen, ha ő egyéni vállalkozó. Azért, mert havonta fix összeget fizet, egyszerűbb az adminisztrációja, jobban tudja az adóját úgymond optimalizálni, és ezért választják sokan ezt a vállalkozási formát, akik egyéni vállalkozóként dolgoznak. Emellett nagyon sokan párhuzamosan céget is működtetnek, és ők egyéni vállalkozóként úgymond bedolgoznak a cégbe is, vagy a cégükbe, és a kettővel, két tevékenységgel együtt szintén egy ilyen adóoptimalizást tudnak elvégezni. Magyarul ez azt jelenti, hogy kedvezőbb az adófizetésük ezeknek a egyéni vállalkozóknak, akik ugyanúgy akkor társas vállalkozók is. Ugye itt akkor nem csak országos adatokról beszélünk, hanem megyei adatokról is, tehát ugye ez a megyénkben is jellemző ez a növekedés. Igen, a megyében jellemző, ezt ki is lehetne, ki is akartam emelni, köszönöm, hogy figyelmeztet. Másfél százalékot növekedett az egyéni vállalkozások száma 2017-ben Szabolcsban és Hajdúbihar megyében. Másodt ennél kisebb az arány, de mi kiemelkedőek vagyunk. A legtöbb egyéni vállalkozó itt regisztráltatta magát 2017-ben, ebből a 70 ezerből. Itt nagyon sok a mezőgazdasági vállalkozó, a kereskedelemben dolgozó, de egész sok más területen is, például oktatásban vagy tudományos területen is egyéni vállalkozók jelentek meg nagy számban, a művészet területén is, művészi pályákon is. Mi a helyzet a társas vállalkozásokkal, magyarán a cégekkel? Ezek száma, ha jól tudom, akkor hát nem olyan nagy mértékben emelkedik, mint az egyéni vállalkozóiké. Hát valóban, és még azt, amit előbb nem mondtam, azért választják sokan az egyéni vállalkozói formát, mert nem tudják, vagy nem merik felvállalni esetleg a céges működési formát, ahol már sokkal nehezebbek, keményebbek a cég szabályok, a cégnek a működtetése, ott több alkalmazott van, akinek úgymond idézően munkát kell teremteni, el kell őket tartani családjukkal együtt, nagyobb a felelősség, és ezért ugye sokan elmennek egyéni vállalkozási területre, így a cégek száma ezért nem nőtt, hanem valamivel talán csökkent is. Sok cég átalakult esetleg adott esetben egyéni vállalkozássá. Ez mennyiben jó vagy rossz, hogyha mondjuk egy cég, de hát akkor e tekintetben egy személyes cégről beszélünk, így van, átalakul egyéni vállalkozásra. Hát ez jó folyamat, vagy rossz folyamat? Előnye is van, meg hátránya is. A személy szempontjából, aki ezt csinálja, az a vállalkozó, nagyon sokszor előnye van, de hogyha a nemzetgazdasági szinten nézzük, vagy a gazdasági szinten ezt a problémát próbáljuk elemezni, akkor azt látjuk, hogy a transzparencia hiánya, ugye, például ez hát a folyamatosság, hogy esetleg eddig még cég voltam, vagy én most cégként akarok működni, mint egyéni vállalkozó, nem tud olyan felelősséggel és olyan súllyal megjelenni a piacon, mint egy komolyabb és tőkerősebb, tegyük hozzá, vállalkozást, mert egyéni vállalkozónak általában nincs annyi tőkéje, mint egy kisebb cégnek, és akár nem beszélve egy nagyobb cégről. Magyarán nem veszik komolyan annyira. Hát
előfordulhat ez is, adott esetben, hogy hát most mit akar ő itt egyedül, vagy másodmagával, vagy nem tudom, két-három emberrel, amikor itt azt a feladatot, amire a megbízás kapja, egy komoly cégnek kell ellátni, aki komoly garanciás kötelezettséget tud vállalni több évre, hosszú távra, akire lehet majd jövőre és meg 5 év, 10 év múlva is számítani adott esetben, őre pedig nem biztos, mert lehet, hogy holnap egy másik egyéni vállalkozói formában fog megjelenni. Tehát a transzferencia alatt ezt értjük, hogy a folyamatosságot nem tudja biztosítani, és nem tudja biztosítani, nincs olyan tőke ellátottsága, hogy kellő súllyal jelenjen meg a piacon. A társas vállalkozások száma, ha jól tudom, azért kivétel ez alól megyénk. Tehát, hogy itt emelkedett a társas vállalkozások száma. Igen, hát valamelyest itt nőtt, itt rengeteg olyan terület volt még, ahova be lehetett jönni. Nagyon sokan máshol alapítottak céget, most itt a megyében megmozdult a gazdaság, úgy látjuk. Ezért sokan látnak a lehetőséget arra, hogy különböző területen, építőiparban jelentősen megnőtt a vállalkozások száma, ez ki lehet emelni országos szinten, de azt mondjuk a megyében is. Mezőgazdaságban is egyre több vállalkozó jelent meg, újabb vállalkozások, akik bíznak a jövőben, és látják azt, hogy egy fejlődés megindult, és hát erre alapozzák a jövőjüket. Tehát akkor nagyon röviden lefordítva, akkor önök szerint nem olyan túlságosan jó, hogy ez így alakul a vállalkozások struktúrája. Igen, hát ugye az előbb említettem, talán egy kicsit egészségtelen már ez az arány, hogy közelít a cégek száma, az egyéni vállalkozások száma. Ezt majd el fogja dönteni az idő a következő 2-3 év, nem tudom mennyi, amikor szelektálódnak itt is, lesz egy szűrés, hogy ki tud megmaradni egyéni vállalkozóként tényleg a piacon, és ott tud működni, ki nem tud majd megmaradni, bedől, vagy pedig át kell alakulnia már céggé, mert nem, ahogy az ön is említett, de esetleg nem veszik komolyan, és nem látják el meg kellőképpen feladatta, mert nincs mögötte egy cég. Lehet valamiféle megoldást megfogalmazni? Hát Isten igazából nem, mert ezt mindenki maga dönti el, hogy neki most mi a jobb, hogyan tud működni, hogyan tud hatékonyabban működni, hogyan tud nagyobb jövedelemre szerteni, mert tulajdonképpen Isten igazából erről szól ez a történet. Ezt nem lehet befolyásolni. Van ilyen adózási forma, van olyan adózási forma, van ilyen vállalkozási forma, meg olyan vállalkozási forma. Mindegyikből több fajta van, és aztán aki elkezd vállalkozni, az majd eldönti magának, hogy ő melyikben látja az ő boldogulásának a lehetőséget, a legoptimálisabb lehetőséget. Arról azért lehet hallani híreket, hogy a KKV-kat próbálják támogatni, ösztönözni a KKV-k létrehozását. Igen, hát ez a cél, ugye, van is a kormányzatnak egy 2014-2020-as KKV programja, a Nemzetgazdasági Minisztérium állította össze. Ez a cél, mint Nyugat-Európa és a világ fejlett országaiban a kis és közepes vállalkozásoknak kell a legütőképesebbnek lenni. Nálunk is ők foglalkoztatják a legtöbb alkalmazottat az országban, és ezért, hogy talpon maradjanak, hogy megmaradjanak, a kormányzat mindent elkövet, és el kell, hogy kövessen, ezt a pozban is folyamatosan hangsúlyozunk, mindenféle formában ezt várjuk a bármelyik kormányzattól, hogy a KKV-k egyre erősebbek legyenek, hiszen a hazai munkaerőt ők látják el, ők nem viszik ki a profitjukat, itthon adóznak, stb. Ezt azt hiszem mindenki tudja, ezeket a kérdéseket, ezért nekik kell tőkeerősnek és piacképesnek lenni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást.